November 28-ától már 4 sávon autózhatunk a 37-es számú főúton átadott 10 km hosszú Újharangod és Bekecs közötti szakaszon, amelynek érdekessége, hogy az Érik a szőlő című népdal dallamait is megszólaltathatjuk több mint 500 méteren keresztül. Az útszakasz korábban nagyon veszélyes volt, így a környéken élők már nagyon várták, hogy elkészüljön a 2x2 sávra bővítés, ami a körforgalmakkal együtt sokkal biztonságosabb autózást ígér a mindennapokban. Elmondható, hogy valójában ütemtervnek megfelelően haladt előre a kivitelezés. Egy újabb nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a szerencsieknek, a térségben élőknek egy nagy álma valóra váljon. Mint egy 10 km hosszon nyílik meg a 2x2 sávos közlekedésnek a lehetősége. December 9-ig még mozgó terelések lesznek, főleg a körforgalmak környezetében, befejező munkálatok, burkolati prizmák helyezése, szalagkorlátok, fényvédőhálójának, lamelláinak a kihelyezése. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy december 9-ét követően is még munkaterületként lehet rajta közlekedni, ezért sebességkorlátozás továbbiakban is lehetséges, hiszen mozgó terelés mellett még a télvíz idején is lehetnek olyan beavatkozások, amelyeket a kivitelezőnek el kell végeznie. Áprilisban lesz a teljes projekt elkészülte, amikor a sebességkorlátozás megszűnik. Az építési engedélynek megfelelően 90 km/h lett megtervezve és engedélyeztetve ez az útszakasz. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az átadás napjára itt a megfelelő engedélyek módosítása mellett ezt 110 km/h meg tudjuk növelni. Amint egy 31 milliárd forint értékű útépítés és felújítás során elkészült mind a 4 útpálya Szerencs és Gesztely között. A beruházás utolsó fázisa a hófogó kerítések háluk telepítésével, burkolatfestéssel folytatódik, és december 9-éig a maradék 10 kilométeres szakaszt is átadják, így már teljes szélességében járható lesz a 2x2 sáv Gesztely és Szerencs között. Hatalmas dolog, amikor az ember egy olyan beruházást megélhet, ami nyilván az itt élőknek ma is már rögtön nagyon fontos, mindjárt kitérek rá, hogy miért, de azt gondolom, hogy az utókor számára is egy olyan dolog, ami tényleg a mi korunkban egy olyan lábnyomot hagy itt az unokáinknak, dédunokáinknak, amelyre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Mi, akik itt élünk, tényleg az elmúlt másfél évben azt láttuk, hogy egy csoda, ami történik, és annyira hihetetlen, hogy épül ez az egész 2x2 sávos bővítés. Ugye Szerencsés Gesztely között 19 kilométer, és ugye több ilyen mérföldkő volt a beruházás során, ez a mai is abszolút ilyen. Egyrészt a 19 kilométerből 10 kilométeren már átadjuk a forgalmat teljesen a 4 sávra, illetve hát ami még nagyon-nagyon különlegessé teszi ezt a mai napot, hogy az országon belül elkészült a második zenélő út, és gyakorlatilag, mivel itt Tokaj hegyalján vagyunk, és Szerencs hegyalja kapuja, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet, hogy az Érik a szőlő című népdal került kiválasztásra, és az jutott róla eszembe, hogy ez tényleg olyan, amit mindenki ismer, a legkisebbek is, tényleg már a gyerekek is ismerik ezt a népdalt, és ez talán olyan, mint a Szerencsi csokoládé, hogy minden korosztály szereti, kedveli. Abba bízom, hogy emiatt is majd még többen érkeznek ide a térségbe, illetve akik itt élnek, ők is szeretik, majd karácsony előtt ez már elkészül. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép karácsonyi ajándék, és hát majd tavasszal lesz kész a teljes beruházás, akkor fog megszűnni a sebességkorlátozás, illetve hát akkor lesz kész majd a zöldítés, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép nap, és a jó Isten az idővel is nagyon kegyes volt hozzánk.